És uraim, nagy szeretettel köszöntök mindenkit Szabó László játékbáb és makett kiállításának megnyitóján. Ez a nap is elérkezett, sajnos Szabó László nélkül, de elértük ezt a pontot. A kiállítást Bukominszky Béla fogja megnyitni, illetve Magó Károly zászlós és Takó Ferenc animációs filmrendező grafikus. És elsősorban szólt akkor Bukominszky. Köszönöm szépen a lehetőséget. Tisztelt megjelentek, tisztelt igazgató úr, tisztelt kiállítás látogató, művészet szerető közönség, Laci bácsi kedves családja, hölgyeim és uraim. Bukominszky Béla vagyok, és engem ért az a megtiszteltetés, hogy megnyissam ezt a kiállítást. Laci bácsi barátom, vagyis Szabó László iparművész játék, báb és makett kiállítását, és ennek házigazdája legyek. Azt mondják, hogy egy jó kiállítás megnyitóhoz elég a pogácsa meg a bor. Megnyugtatóan tapasztaltam, hogy legalább az egyik kellék megvan, és akkor utána már lehet hülyeségeket is beszélni. Hogy azt szokták mondani, hogy háromféle kiállítás megnyitó zajlik. Az egyik, ahol egy ilyen bácsi motyog, és mindenki arra vár, hogy mikor lehet már a büfébe menni. A másik meg az az ember, aki így a saját szerepébe bele mereng be, itt három oldalas papírral készül, és akkor baromi unalmas lesz. A harmadik meg általában az az ember, aki egy ilyen utolsó pillanatban belsős, semmire nem készülős, kicsit ilyen mindenhez is pár percig hozzáértő emberke. Ez általában azért most a politikai választások környékén ebből elég sok volt. Hát most nem ilyen lesz. Én nem vagyok egy gyakorlott kiállítás megnyitó, úgyhogy ezt nézzék is el nekem. Egy picikét másként közelíteni meg a dolgot. Ugye, egyáltalán az, hogy hogyan került rám a választás ebben az egész sztoriban, hogy én nyissam meg ezt a kiállítást, illetve én legyek a házigazdája ennek a kiállításnak. Hát az egyik oka az az, hogy ugye van egy kolléganőm, aki Laci bácsi unokája, és 10 éve együtt dolgozunk, de ez kevés lett volna még ehhez természetesen. Hát Laci bácsival nagyon régóta ismerjük egymást, legalább a Mini Magyarország Makett Park kezdete óta, és hát ugye azt láttuk egymáson, meg magunkon is, hogy valami ilyen furcsa gyermeki csillogás a szemünkben ezek iránt, a dolgok iránt, ami most ugye makett, vagy játék, vagy bármi más. És arra jöttünk rá, hogy vannak közös pontjaink, és hát tanácsokat is adtunk, megkaptunk egymástól. És hát ez a kiállítás gyakorlatilag elég régóta úgymond raktárban van. 3-4 éve beszéltünk Laci bácsival arról, hogy lenne egy ilyen kiállítás itt. Ugye nyilván a múzeum rekonstrukciója, a Covid és az ő sajnálatos elhunyta is belejátszott abba, hogy gyakorlatilag csak most tudtunk ide keveredni. De azt gondolom, hogy talán, hogyha lent megnézzük a kiállítást, akkor kárpóta lesz bennünket érte. Most ez egy nagyon fontos, hogy azért a halála után ezt mégis megtudtuk magunknak és neki is tenni. Talán a családja nevében is köszönetet tudok mondani ezért a gyűjtő munkáért. További nagy köszönet illeti a Szarvasváros önkormányzatát és a múzeumot, Rosszik Zoli barátom múzeumigazgató tevékenységét, meg az összes itt dolgozó kollégáját, hiszen nélkülük valószínűleg még mindig egy ilyen raktárba keveredne ez, vagy raktárba lenne ez a kiállítás anyag, ami azért attól mindenféleképpen többet ér. De hát most elég sokan vagyunk itt, és véletlenül akik eljöttünk, többé-kevésbé ismerték Laci bácsit, de azért mégis hozzátartozik ez a mai kiállítás megnyitóhoz egy kicsit talán mind Laci bácsiról, mind a kiállításról ejtsünk pár szót. A kiállításra egy picivel egyszerűbb, mert egyrészt a nevében is benne van, hogy ez rögtön nem egy, hanem már-már három kiállítás, legalábbis tematikailag mindenképpen. Az egyik az, ami a munkájához kapcsolatos, tehát a korábbi Pannonia Film stúdiós munkái, azaz a báb készítés, mint olyan, ami elsősorban munka volt, másodszorban hobbi. A kiállítás másik anyaga, az pedig másik két anyaga, az pedig inkább a hobbi kategóriája, de azért természetesen mind a kettő több, mint hobbi. Ugye a maga a játék kiállítás, vagy a játék történeti kiállítás, az lehet egy ilyen gyermeki megközelítésű dolog, de azért ez ettől természetesen sokkal több meg fogjuk lent látni a kiállításon. Mert azért mai szemmel elgondolva, főleg a mai 30-as, 40-eseknek, vagy még idősebbeknek azért ezek a játékok, ezek ott voltak a polcaikon. Talán a mai gyerekek, akik azt hiszem most lent vannak a kiállításon és éppen megtekintik, biztos érdekesen néznek ezekre a kiállítási tárgyakra, hogy lehetett mobiltelefon és internet nélkül egyáltalán játszani, meg elképzelni az életet. Nehezen tudják elképzelni, hát segítek, lehetett természetesen, mindenkinek működött. És ugye a kiállítás harmadik része az pedig egy kicsit már egy felnőttesebb dimenzió,
az pedig a makettek, elsősorban hat történeti jellegű maketteknek a bemutatásáról szól. És akkor egy picit Laci bácsi, hát ugye nekünk ő Laci bácsi. Tehát hogyha most egy ilyen nagyon rövid, ilyen száraz életrajzi dologra lenne csak időnk, akkor azért el kell mondani Laci bácsiról azt, hogy nem szarvasi, tőzsgyökeres szarvasi, mint hogy többé-kevésbé egyikünk sem az. Nagyjából Haruken Báróig visszamenőleg van, aki tudja, hogy az ősei ide valósult, de ahogy mindenki jött. És ahogy Jókai is írta a Kőszívű ember fiaiba, magyarnak lenni nem faji, hanem erkölcsi kérdés, tehát szarvasinak lenni is meg lehet azt úgy, hogy nem szarvason születik az ember, hanem szarvasivá válik. Ilyen szempontból Laci bácsi bármennyire is Kispesten született 1935-ben, egy ötgyerekes munkás családban, azért a végére mégiscsak szarvasivá vált. Ugye az ő pályája az 50-es években úgy kezdődött, hogy a Kilián Műszaki Főiskolára jelentkezett, mint repülős, és repült is egyébként az akkori modern kor, vagy akkori kor legmodernebb vadászrepülőivel, remélem jól mondom, hogy akokkal, meg a migekkel, nem tudom, 15-ös, 17-es korabeli dolgokkal, ebben majd a kollega jobban fog segíteni. Minden esetre emellett azért neki mindig is voltak, és ezt látjuk is az egész életútján, hogy ilyen fölösleges kapacitásai, ha úgy tetszik, tehát lekötetlen kapacitásai. Úgyhogy ő minden mellett a 50-es évek végétől Csepelen dolgozott a motorkerékpárgyárban, és egyébként versenymotorokat tuningolt, meg versenymotorokat szerelt. És volt neki egy kis hobbija, ami mindenféle fúrás-farigcsálás mellette-féle bábkészítés is volt. És ezt a hobbiát végül munkahelyileg is, vagy munkahelyen is kamatoztatta, ugyanis a Pannonia filmstúdióba elkerült A2-esként, és később ott csoportvezetőként dolgozott, és 1990-es nyugdíjazásáig ott is dolgozott. Országosan ismert, természetesen ezt mindannyian tudjuk, de aki nem tudja, annak elmondom, nem majd Szakó Feri barátom fog erről többet beszélni, hát ugye mégiscsak a TV Macival lett, úgyhogy de ennek a részleteit majd itt részletesebben fogjuk hallani. Nagyon, nagyon ritka az az ember azért, ezt egyébként érdekes, hogy egy ember egy élete során ennyi mindent csinál, és még nem ment nyugdíjba. És közben egy generációnak lett úgy az ikonja, hogy nem tudták, hogy ő csinálta. Foki Ottót se ismerték meg őt se, de a TV Maci az mindannyiunk hálószobájába, úgy tetszik, beköltözött esténként, legalábbis az én gyerekkoromban mindenképpen. Úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog volt. Ha ezeket így felsorolva végignézzük, ez sem mindennapi embert sejtett, tehát nagyon sok olyan dolog van, ami talán több embert is kitett volna, és akkor így került Laci bácsi a 90-es évek közepén Szarvasra, ahol az átlagos nyugdíjashoz képest egy ilyen nagyon aktív nyugdíjas életet élt, és egy kicsit fogok puskázni egyébként, de hogy ugye ő festőművész, meg grafikus is volt, tehát készített olaj- és pasztelképeket is, ezt egyébként iskolában gyerekeknek tanította is, tehát művészettörténetet és rajz és festészeti animációs órákat. De felnőttek számára tervezett alkotótáborokat, makettezett ugye kisgyerekekkel, itt is talán a kötődés a hozzám, és gondolom lehet, hogy a felkérés talán ennek is szólt, így a makettpark miatt. És ugye volt a repülős kötődése is, ami ugye a Kákai reptéren sokszor rendezett repülős találkozott, ahol nem makett méretben, hanem egy-egyes méretben lehetett megtekinteni a valódi repülőgépeket. Tehát azzal is ugye közel hozta. És hát ugye a vége felé, amikor a Szarvasi Víziszínház megnyílt, akkor ugye még kellékeket is tervezett, illetve készített is, úgy tudom, a Víziszínháznak, és ez mind egy ember életében van besűrítve. Tehát ugye elmondtam, hogy a mai kiállítás tulajdonképpen három részből áll, ez a három rész ennek a munkának a gyümölcse. Az első rész tehát a makett, illetve az első rész a báboknak a története, tehát itt gyakorlatilag a Orizat Réznyák, a Misi Mókus, a TV Maci és társaink kívül még sok olyan báb is meg lesz jelenítve, amelyik lehet, hogy a mai 50-es, 60-as generációnak talán, ha máshol nem, a reklámfilmekből vissza tudnak köszönni. És ugye a második rész az a játékkiállítás, ami pedig, hát ugye sokszor szokták mondani, hogy a játék az nem múzeumban való, ami nem igaz természetesen, mert előbb-utóbb minden történeti meg történelemé válik, és előbb-utóbb mind része lesz a kultúrtörténetnek, és nyugodtan érdemes ezt bemutatni a saját gyerekeinknek, unokáinknak. És ugye hát a harmadik rész, ahogy elmondtam, az pedig ugye a fejlődt hobbié, ami pedig a történeti hűséggel elkészített repülőgép, hajó és gépjármű maketteké. Mindez külön-külön is izgalmas lenne egy önálló kiállításra, de így egybe talán még inkább fontos. Remélem, hogy Laci bácsi is elégedett lenne ezzel, mert azért sokan azt gondolták, hogy így a halála után ez nem biztos, hogy meg fog valósulni. Hát még egyszer nem
tudom eléggé megköszönni Rosszik Zolinak és munkatársainak, illetve a családnak, hogy ez a kiállítás mégiscsak megvalósult. Ugyanis ez a könnyed szórakoztatás, ha úgy tetszik, meg egy komolyabb szórakoztatás megfelelő kombinációban reményeink szerint még több közönséget fog ide bevonzani a múzeumba, és ha nyáron jönnek a turisták, meg egyébként a szarvasiak is természetesen, akkor egy ilyen komplex élményben lehet részük. És ne felejtsük el, hogy azért hát egy játékkiállítás az annak is valahol a manifesztálódás, hogy mindannyiunkban ott lakik a gyerek. Ki ne tudná ezt, ha én a mini Magyarország Maket Parkkal, hogy felnőtt korában is az ember talán szeret játszani. De az nagyon kevés embernek adatik meg, hogy a munkája, az élete és a hobbija az ugyanaz legyen. Laci bácsinak ez megadatott, és reméljük, hogy ezzel a kiállítással mi méltó emléket tudunk neki állítani. Úgyhogy én megköszönném az önök figyelmét, és ez egyúttal Laci bácsinak a sokrétű munkája ékes bizonyítékként elmondanám, hogy rögtön két vendégünk van itt, ahogy Zoli is föl konferált bennünket. A méltán világhírű Czokó Feri Ferenc, érdemes művész, aranypálma díjas filmrendező, akikben régebbről egy fesztiválról, egy több fesztiválról is ismerjük már egymást, az egykori Pannonia filmstúdiós kolléga és barát, aki Laci bácsi ezérányú tevékenységéről fog majd bővebben, meg néhány érdekes részletet is elárul, és akkor őt követi majd, és körünkben köszönhetjük az egykori repülős múltjának és makettkészítői tevékenységének tanulját, Magó Károly urat. Ő a szolnoki helikopterbázis történésze, aki Laci bácsinak ez oldali tevékenységét fogja nekünk bemutatni. Jó szórakozást és kellemes időtöltést kívánok mindenkinek, és a két kollega beszéde után pedig majd együtt le fogunk menni és megtekintjük a kiállítást. Köszönöm szépen a figyelmet! Régen festettem meg ugye a filmmel kapcsolatban is, amikor nekem díszleteket kellett csinálni, vagy a figurákat megfesteni, festettem, de úgy konkrétan képet, vagy ilyen, hogy úgy mondjam, művészi alkotásokat, nem igen. És volt egy nagyon jó barátom, 2000-ben meghívtak engem Soltvadkertre egy ilyen alkotótáborba. És az alkotott táborban én megmondtam, elmegyek nagyon szívesen, de én csak kritizálni fogok, és azt is csináltam egy héten keresztül, hogy mindenkit izégattam, hogy ezt miért így csináltad, azt miért úgy csináltad. És legközelebb azt mondták, hogy na most már komoly, itt az ecset, itt a papír, meg mit tudom én, és csináljak valamit. Elkezdtem festeni, és azóta megy a dolog, úgyhogy 2002-ben akkor már alkotótábor csináltam, úgy kezdődött az alkotótábor, meghívtam ide a Soltvadkertieket, akik engem oda hívtak, és utána minden évben megcsináltam az alkotótábort. Ebben az évben sajnos kimaradt, de nem én miattam, hanem az emberek annyira el voltak foglalva valahogy az időjárás, meg a mezőgazdaság, meg egyebek annyira eltolták az időpontot, amikor mi szoktuk csinálni, hogy ezt az évet ki kellett hagynunk. A másik pedig lenne, amivel ismerhetnek, ugye 14. évet csinálom itt a repülőbaráti találkozókat. Ez is úgy született az ötlet, hogy én valamikor régen ifjú koromban repkedtem, és mikor ide kerültem Szarvasra, láttam, hogy van egy repülőtér, megismerkedtem a Takács Miklossal, kértem, hogy adja kölcsön a repülőteret, mert vannak repülős barátaim, és a születésnapomra meghívtam egy-két barátomat géppel. És akkor egy napot itten elrepkedtünk. Ezek a srácok azt mondták akkor, hogy marha jó volt, csináljuk meg jövőre is. Na, így aztán jövőre is megcsináltuk, aztán a következő évben már hivatalosan, akkor már reklámoztuk is, hogy repülőbarátok találkozója. Azt el kell mondanom, hogy repülőnapot azért nem lehet csinálni, mert ahhoz már országos engedélyek kellenek, meg biztonsági előírások vannak, meg minden, amit el lehet képzelni. Tehát ez csak ilyen baráti találkozó, hogy összejönnek haverok, röpködnek egy kicsit, megbeszélik azt, amit nem kéne. Szóval ez általában úgy működik. Úgyhogy most már 14 éve azt is csinálom, alkotótábort is csinálom, akkor gyerekek táborába különböző helyekre beszoktam menni, aztán a baráti körbe, amit tudok, teszek, veszek plakátokat, rajzolok. Szóval, ami úgy, hogy hirtelennyiben nem is jut eszembe, annyi mindent csináltam már itt. Hölgyeim és uraim, hát nagyon köszönöm, hogy ennyien eljöttek, látszik, hogy Laci kollégának
rengeteg barátja, ismerőse volt itt Szarvason, és hát ez egy, már egy nagyon jó érzéssel tölt el bennünket, és hát mi itt kollégák, én elhoztam a régi kollégáimat, akik végül is Lacival 20 éven keresztül dolgoztunk együtt ebben a nem éppen egyszerű kis bábfilmes műfajban, és hát minket is egy nagyon jó érzéssel töltött el, hogy egyáltalán ő ilyen hatalmas lelkesedéssel és megszállottsággal, mert ez a makettvilághoz egy hihetetlen megszállottság kell, hogy egy ilyen kiállítást egyáltalán össze tudott hozni. És hát az a megszállottság, hogy ennyi makettet létrehozott, megvásárolt, ilyen hatalmas gyűjteményt tudott felhalmozni, hát ez már külön egy csodálatos dolog. Az a helyzet, hogy nagyon nincs itt Magyarországon báb kiállítás. Én 2 héttel azelőtt voltam Lisszabonban, és egy ilyen formátumú kastély csak a nemzetközi báb világról szólt. Egyszerűen döbbenetes volt, tehát a kínai és az indiai báb világtól kezdve a nápolyi, vásári, páncélos bábokon át a báb filmig, több termen át, 2 órán át lehetett nézni egy ilyen kiállítást, de én annak is örülök, hogy egyáltalán egy ilyen össze tudott jönni a mi kis bábműterményből. És egy kicsit elkanyarodnék, és próbára teszem a türelmüket, amikor én kiállítás megnyitón vagyok, akkor mindig rosszul vagyok, mikor sok papír van a megnyitó kezében. Ugye ezt most mind végig fogja olvasni, az borzasztó lesz, tehát próbálom egy kicsit szabadon előadni ezt az egész dolgot. Egyébként a bábfilmnek és a bábfilmezésnek a múltjára szeretnék egy kicsit rávilágítani, mert ezt gondolom, hogy kevesen tudják. Végül is minden abból a fajta szobrászatból indult ki, hogy az ember a saját képére próbált valahogy valamilyen figurákat létrehozni, agyagból, sárból, fémből, márványból, rongyokból, de mindig ez volt a központ, hogy valahogy megjeleníteni különböző méretekbe, de kicsibe, vagy pedig óriásiba az emberi szobrokat. És hát nyilván ezekről a szobrokról jöttek az emberi tulajdonságok is. És megnézzük a régi görög-római szobrászatot, ami egyébként érdekes dolog, hogyha olyan filmeket látunk ebből a korból, minden szobor és minden épület fehér. Pedig ez borzasztó csalóka, mert ez mind színes volt, szinte csiri-csári, vásárian színesek voltak ezek a szobrok, és ebből annyi maradt meg, egyébként hát ha végignézünk itt akár Európán, magyar bárhol, ez a szoborvilág, ez a mai napig a középületeken rajta van. Tehát múzeumokon, de bárhol már csomó középületen. És ugyanez a bábos színesség, ez végül is, mikor átalakult a vallás és a keresztény vallás lett, ezek a szobrok átkerültek a templomokba, de ott fedett helyen voltak, nem kint az esőben, tehát megmaradtak a színességük. És furcsa módon ezek a színes figurák, ezek aztán átmentek a bábos világba, ugye vásári sokadalom, és lassan kezdünk a báb világhoz közelíteni. A különböző vásárokon, ahol sok ember jött össze, ott mindig voltak bábosok is, a mutatványosok mellett. És hát ott gyakorlatilag vidám dolgokat, biztos mindenki ismeri ezeket a kis bábszínházi történeteket, a vásári sokadalomnak ezeket játszották el, vagy a gazdag csúnya, meg az ördögöt veri egy nagy bunkóval a népi hős, és hát a különböző népi és vallási meséket mondtak el ezekkel a történetek, és innen már csak egy ugrás volt a bábfilm, rosszul mondom, a bábszínház, és a bábszínházból pedig a bábfilm, és ami érdekes, hogy ha most rátérünk a film hőskorára, amikor elkezdték a filmezést, akkor már ez egy kívánalom volt, hogy valami különleges, varázslatos szörnyeket is megjeleníteni. Ketté osztották a képmezőt, a rohanó riadt embereket láttuk, és mögöttük pedig jött egy nagy ősállat, vagy valami szörny, ami egyébként báb volt. És ez volt a bábfilmnek a kezdetei. Tehát rájöttek arra, hogy nem csak úgy lehet valamit fölvenni a filmre, hogy viszem a kamerát, és pörög a film benne, és a naturális mozgást veszik föl, hanem rájöttek arra, hogy fel kell darabolni a mozgást ahhoz, hogy egy ilyen bábot, vagy egy ilyen szörnyet, vagy bármit meg tudjunk
jeleníteni. Most ez úgy működik, ezt kevesen tudják, és ez a Sziszifuszi a báb filmben, és ebben voltunk több mint 20 éven keresztül együtt Szabó Lászlóval is, hogy ha így mutatni akarom, tehát tulajdonképpen ez egy, a filmfelvevő, az animációs filmfelvevő, egy fényképezőgép. És fölveszünk darabokra a mozgást, tehát mozdítunk egyet, ott áll az animátor, általában 24 másodperc, 21 kocka egy másodperc, el lehet képzelni, hogy milyen rettentő sok munka ez. Tehát mozdítunk egyet, két kocka, megint mozdítunk két, és ez így megy hónapokon keresztül, mire végre mondjuk egy 5 perces filmet másfél hónapi munkával össze tudunk hozni. De ennek nagyon sok előzménye van, és hát itt kapcsolódunk a Laci kollégánkhoz, hogy ugyan van a rendező, a tervező, aki kitalálja, hogy milyen látványt, milyen mesét akar elmesélni, de utána jönnek a kivitelezők, mert elmondja, hogy ilyen díszletet szeretnék, ilyen bábot szeretnék, ilyen kellékeket szeretnék, és utána jön egy több hónapos munka a tervek alapján elkészíteni nagyon nagy anyagismerettel ezeket a figurákat, és Szabó László, hát hihetetlen anyagismeret, sőt, ő belekóstolt nem csak a báb díszletkészítésbe, hanem animált is a kezdetén, tehát tudta, hogy kell egy figurát úgy megcsinálni, hogy az mozgatható legyen, mert egyébként a figuráknak nem kell minden részét megmozgatni, csak ami feltétlenül a meséhez szükséges. És hát itt ez fából, fémből, bőrből, mindenféléből állt össze egy ilyen figurának maga a mozgatható váza, és utána itt van Rakowski Mária Maja kolléganőnk, aki tett fel már a kezed, légy szíves, mert azért mégiscsak 20 évet együtt voltunk. Ő öltöztette a tévémacit, Mirmurt, a misimókusokat, tehát ráhúzta ezeket a bőröket, hajat rakott rá, tehát hogy egyáltalán szépen néznek. És ami még nagyon érdekes, hogy ha összehasonlítjuk a báb színház és a báb filmes bábokat, a báb színházban egy nagy látványt látunk, díszlettel, figurákkal, ott lehet elnagyolt figurákat használni, hiszen nem látjuk a közeli részeket, de egy filmvászon, amiben nagyban van kivetítve mondjuk egy bábnak a fej közelie, ott nagyon szép bábokat kell csinálni, mert hát elég ronda, hogyha látni, hogy csúnyán van varva, vagy a ragasztó kilóba, ahol, tehát ilyen dolgokra nagyon figyelni kellett. És miután elkészültek ezek a figurák, akkor a kellékeket, egyébként itt lenne a kiállításon látni ezeket a figuráknak a készítési fázisait, meg hogy milyen szerszámokkal készültek. Ugyanígy látni a kis kellékeket, kicsi gyümölcsök, egyebek, tehát ha elgondolom, hogy mondjuk egy piacot kellett berendezni körbe házakkal, általában egy ilyen 2x2 méteres úgynevezett praktin készültek 1 méter magasan ezek az egész díszletvilág, és akkor ugye ebbe állítottuk bele a figurákat. Utána jött az operatőr, beállította a kamerát, jöttek a világosítók, körbe rakták körülbelül 20-30 lámpával, és hát utána jöttünk mi animátorok, mert én is hát a képzőművészeti főiskola után, bár már ilyen 13 éves kis rövidgatyás kamaszként már bejártam a Foki Ottóhoz, és aztán ja, még ennyit hozzá kell tenni, hogy a Pannonia Filmstúdióban tulajdonképpen ez a szinkronvállalat adott egy pár termet a rajzfilmeseknek. De aztán jöttek a sorozatfilmek, az egész estés filmek, és kinőtte a Pannonia ezeket a kis termeket, és hát végül is épület szárnyakat kellett hozzáépíteni, és így került ki a Báb Filmes Társaság, a Foki Ottónak csak egy ilyen kis luxóba jutott, és végül is Zuglóba egy villába rendezkedtünk be, egy ilyen ötszobás villába, ahol a díszletesek voltak a asztalos gépeikkel, a bábosok egy külön emeleten, a Lacival és a Maja kolléganővel, még néha jöttek mások is, meg mentek, de ők voltak a stabil magja ennek a társaságnak. És lényeg az, hogy mikor elkezdődött a forgatás, akkor jöttek az animátorok. Hát én is animátorként kezdtem, hiába végeztem el a
főiskolát, tehát a létre a legalsó fokától kellett elkezdeni a filmezést, tehát díszleteket festettem, meg kellett csinálnom saját magamnak egy bábot, azt kellett animálnom, hogy jól értem az animációt, van, aki tud animálni, van, aki nem, tehát, és itt jön az a nagyon megmagyarázhatatlan és hihetetlen dolog, hogy lehet egy élettelen babába, egy bábuba filmen keresztül lelket varázsolni. Tehát, hogy amikor megjelenik vetítve, akkor annak lelke legyen annak a figurának, az úgy mozogjon, és rengeteg tanulmányt kellett végeznünk, hogy megy egy labdának a dobása, tehát felaprózni a mozgásokat, ami hát egy természetes dolog, de csak egy pici, ha nem mondhatom őket, csak egy pici dolog, hogy így a kockaszámok, hogy működnek, hogy a szünetek, tehát rettentő fontosak a szünetek egy ilyen animációnál, hogy például van egy ilyen mozdulat, hogy hát ez egy ilyen egyszerű kis mozdulat. Ez úgy működik, hogy egy-kettő kocka föl, kitartok kettő kockát, és egy-kettő-három-négy vissza. És ezt tudatosan kell csinálni, mert nem ez jön vissza a vásznak, tehát nem ez a látvány jön vissza a vásznak. Hihetetlen türelem kell, és ami lényeges, és ez bábfilm, nem? A rajzfilmnél föl lehet állni, két fázis között el lehet menni szabadságra, visszajön, folytatja. Ennél nem lehet, mert kimegyek telefonálni, az ólomlábú figura, míg én telefonálok, addig arrébb megy, és ez azt jelenti, hogy a filmen szépen megy a mozgás, és ugrik egyet. Tehát hihetetlen odafigyelést kíván, és hát itt nagyon fontos megemlítenem Zoltán Anikót, akivel 20 évig, több mint 20 évig dolgoztam, és Szabolcsi Jánost, kitűnő animátor volt, ő már a Gyurma filmjeimet is csinálta. Kezdetén, amikor Amerikában megjelent a Gyurma animáció, ezt igazán nem szerették a kollégák, mert ragadt, meg hát olyan gusztustalan volt ilyen Gyurmával dolgozni. Ugye Sebajt Tóbiás, az Éno sorozat, és a kezdetén még én csináltam a figurákat, meg animálgattam, aztán lassan belejöttek, és hát Szabolcsi János hihetetlen érezte ezt, hogy kell különösen az Éno filmeknél látni ezt, hogy lehet lelket beleönteni egy egyszerű kis kupac Gyurma figurába, és hozzáteszem, hogy nagyon sok filmemnél ő már a bábokat is csinálta. Na de visszatérve a Laci kollégánkra, hát én nagyon szerettem ezt a, és hát gondolom, akik itt vannak, hasonlókat éltek meg vele, ezt a nagyon nyílt, jó humorú, de eléggé ilyen odavágó stílusát. Tehát ő megmerte azt csinálni a főnökeikkel szemben, amit minden. Tehát ez egy elég komoly fellépést kívánt, és valószínűleg ez onnan is ered, hogy hát előtte katonaságnál vadászpilóta volt, hát már ilyen sincs azért, hogy valaki vadászpilóta, aztán átmegy bábfilmesnek, tehát ez egy különleges világ. És hát még annyit, hogy ahogy fejlődött itt nálunk az egész rajzfilmgyártást, gyakorlatilag a Pannonia Filmstúdió Európa egyik legnagyobb stúdiója volt. Ez azt jelenti, hogy több mint 400 munkatárs és több mint 40 rendezővel. Tehát ez egy hihetetlen szám. És valahogy sikerült sorvasztani ezt az egész történetet, pont mikor az EU-ba léptünk, és aki kis erőt érzett, hát az csinált egy saját stúdiót, ahogy én is, de hát 8 év után már annyira nem volt munka, hogy végülis abba kellett hagynom, még egy pár kollégát be tudtam ide vonni, de a Laci addigra már lejött ide Szarvasra, úgyhogy még tartottuk a kapcsolatot, és ebből a tudásból, ami Lacinál volt, nagyon sokszor kérték föl vásári nagy báboknak, hát kevesen Foki Ottóval közösen dolgoztak, nagy báboknak az elkészítésére. Tehát nagyon érdekes ez is, hogy a pici 20 centis bábokról, amit itt bent láthatunk, csinálni 2 méteres figurákat ugyanebből. Milyen anyagból kell csinálni? Könnyű legyen, szállítható. Tehát ezek mind hozzájárultak. És még egy utolsó pár szót, hogy ma reneszánszát éri a bábfilm. Tehát Amerikában, hát persze ezek több 10 millió dolláros filmek,
Nem 16 ember, mert mi 16-an nagyon szép nemzetközi fesztiváldíjakat hoztunk, és itt minden kollégának a munkája számított, hogy ilyen filmeket tudtunk kiállítani. Amerikában, hát most csak úgy ilyen filmek, hogy Kubo és a varázshúrok, vagy a fantasztikus Róka úr, 100 munkatárs dolgozik. Láttam egy fotót fölülről, úgy néz ki, mint a Báb stúdiójuk, mint a Volkswagen autóművek. Hát most akkor el lehet képzelni, hogy milyen irdatlan kapacitással dolgoznak, és milyen rettenetes nagy pénzek állnak a rendelkezésükre. De hát megvan ugye az a óriási visszaköszönő pénz, hogy teljes nemzetközi terjesztésbe mennek ezek a filmek. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy nagyon sok fiatal, bár itt most sajnos nincsenek a nagyon kicsik, a 10-12 évesek, akik rá cuppanhatnának erre a műfajra, de talán a kiállítás segíti őket ebbe a makett világba és ebbe a bálfilmes világba egy kicsit belemozdulni, mert az animáció területe azért csodálatos, mert varázslat. Tehát ugyan a valóságból épül, de egy varázslatot látunk, és ez a varázslat, ez mindent megér, hogy az ember ilyen filmeket tudjon csinálni. És hát legyünk hálásak Szabó László kollégánknak, hogy óriási lelkesedéssel és nagy erővel ezt a kiállítást össze tudta hozni, energiát nem kímélve, úgyhogy sok köszönet érte, és köszönöm. Honnan jött az ötlet, hogy ezt a rengeteg maketet és játékot gyűjtse? No, hát szóval az ötlet az nem jött, hanem úgy kialakult szépen magától. Az 50-es években hozzájutottam valami kis autóhoz, aztán azt elkezdtem, hogy úgy mondjam, fejleszteni a kis autót, mert amikor megjelent egy másik, akkor megvettem azt, és így tovább, és így tovább. De én akkor katona is voltam, és elkezdtem, akkor még nem lehetett kapni ezeket a összerakhatós repülőmaketteket, hanem elkezdtem fúrni, faragni plexiből, fából, mit tudom, ezek például akkor régen a fokkefé celluloidból voltak, nem úgy, mint most, hogy műanyag, más ilyen PVC-k, és az nagyon jó ragasztható, úgyhogy én csináltam fokkeféből is repülőgépet, meg hajót, meg szóval úgy mindig csinálgattam valamit, és aztán amikor már 56 után ugye bejöttek ezek a összerakható makettek, akkor elkezdtem vásárolgatni őket, és szép komótosan gyűltek. Hát aztán most pillanatnyilag ott tartunk, ahogy láttad, hogy több száz, sőt mondhatnám, hogy 1000 darab csak a repülőgépeknek a száma. Aztán az autók azok meg úgy alakultak, hogy egyszer hozzám került egy rendőrautó, hát akkor legyenek rendőrautók. Elkezdtem gyűjteni a rendőrautót, na de ugye az mellé jönnek a másikak, és ha megint olyan jött, amit tudom, hogy széria volt, tehát több darab volt belőle, akkor azt is. Akkor mivel az unoka az tűzoltó lett, elkezdtem, volt már egy pár darab tűzoltóautóm, de úgy nem különösebben gyűjtöttem. És mivel tűzoltó lett, így elkezdtem a tűzoltóautókat gyűjtögetni. Most több mint 400 darab van csak a tűzoltóautóból, tehát ami hozzám kerül, az nem megy tovább. És hogyha egy hozzám kerül, akkor várom, hogy mi lesz a következő, a második. Ugyanígy vagyok a kulcstartóval, ugyanígy vagyok a pénzzel, a régi pénzzel, amit tudom. Én minden kutyafülit gyűjtök, hogy aztán minek ezt a jóisten se tudja. Szeretnék én is mindenkit nagy tisztelettel köszönteni, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy szót kapok a kiállításnak a megnyitóján. Köszönet a múzeumnak, a családnak és a helyi közösségnek, hogy fontosnak tartották, hogy megőrizzék ezt a hagyatékot. Ez a kiállítás, ez egy életgyűjtő és alkotó munkája, ezért úgy gondolom, hogy ez nem csak helyi érték, hanem az egész ország büszke lehet arra, hogy ez a kiállítási anyag egyben maradt. Ez a mai nap, ez egy ünnep, egy álomnak a beteljesülése, mert Laci bácsi azt szerette volna, hogyha ezek a dolgok itt a múzeumban kerülnének kiállításra. Nagyon sokszor beszélgettünk telefonon, nagyon sokszor találkoztunk, és minden alkalommal szóba került a kiállításnak a kérdése,
Én ebből el tudtam dönteni, hogy számára ez egy nagyon fontos dolog. Ma ez a vágy, ami neki nagyon fontos volt, ez teljesült. Sajnos ő már nem lehet itt, ő ezt nem érte meg. Így ez nem csak egy kiállítás megnyitó, hanem emlékezés is. Emlékezés egy emberre, aki katona volt, civil volt, aki gyűjtő volt, aki alkotó volt. A Laci bácsi katonai pályája nem volt túl hosszú, de ő egész életében megmaradt repülőembernek, félig meddig úgy mondható, hogy katonának, hiszen mindig is nagy tisztelettel tekintett a repülés történet felé, és kedvelte a katonákat. Így lettünk mi is barátok. Egy maketversenyen odajött hozzám egy kedves idős úr, bemutatkozott Szolnokon a maketversenyen, mert ott én voltam a főszervező, én vagyok még most is, és ő rendszeresen eljött hozzánk. Ebből lett egy barátság, ahogy előttem is említették, egy kedves és nyílt ember volt, így ő vele nem lehetett nehéz baráti viszonyt kiépíteni. Egyik alkalommal, amikor megérkezett a versenyre, akkor azt mondta nekem, hogy Karcsikám, hoztam neked egy kis ajándékot, és kaptam tőle egy szép festményt, amin egy Fokevúr 190-es van. Azt mondta, hogy ezt szeretném neked adni. Odahaza van egy kis múzeum szobám, mert én nagyon kötődöm a repülés történeti emlékekhez, ez ott van kiállítva a falon, Laci bácsi emlékeként, és hogyha valaki vendégségbe jön hozzánk, akkor igyekszem röviden megmutatni nekik a múzeum szobát, hogy ne legyen büntető jellege a körbevezetésnek, hogy már unják az egészet, de arra mindig ki szoktam térni, hogy a Laci bácsitól is van egy festménye, és hogy ő ugye a bábok területén, ahogy hallottuk, milyen komoly munkát végzett. Az, hogy megmaradt a makettezés mellett, az valószínűleg annak köszönhető, hogy valamennyire ő katona maradt, és valószínűleg azért választotta a repülőket, hiszen ehhez vonzódott, ő mindig is repülőember volt. Kevesen tudják, hogy a makettezés, amit ma már hobbiként űznek az emberek, az régen a háborúnak, a katonai szolgálatnak volt egy fontos része. Az az ember, aki bekerült a repülőcsapatokhoz, majd a légierőhöz, készített, vagy készítetett magának emléket. Ha volt egy ügyeskezű katona, aki jól tudott faragni, ő szépen kifaragta azt a repülőgépet, amin dolgoztak, amivel repültek, és ezeket elvitték haza, mint a katonai szolgálatnak az emléke. A II. Világháború után ezek a makettek már nem csak ilyen kézzel készített saját faragások voltak, hanem lehetett kapni is. Kezdetben főleg a háború alatt ezeket fémből készítették, majd megjelentek a műanyag makettek, ami már valóban, mint hobbi állt az érdeklődők rendelkezésére. A makettezés egészen a rendszerváltásig viszonylag gyerekcipőben járt Magyarországon, nagyon kevés lehetőség volt arra, hogy jó minőségű maketteket vásároljunk. Ma már egy high-tech technológiával rendelkező iparág, egy igen komoly iparág, ami a világon mindenhol jelen van. A Laci bácsi gyűjteményében találhatunk olyan makettet is, ami high-tech csúcsminőségben készült makettből, vagy azoknak az alkatrészeiből készült, és vannak benne olyanok, amelyek saját kézzel készültek, úgy faragták ki. Ő mindig is egy gyűjtögető ember volt, aki fontosnak tartotta azt, hogy azok az értékek, amelyek nála vannak, megmaradjanak, és ahogy említettem, ezt a közösségnek kívánta megőrizni, és szerencsére ez a mai napon beteljesült. A Laci bácsi, és megkérdeztem, hogy hivatalos legyen-e a beszédem, vagy legyen természetes, és a család is azt mondta, hogy inkább válaszok a természetest, ezért nem hívom Szabó Lászlónak, mert én nem hallottam soha, hogy valaki így szólította volna. Ő mindig Laci bácsi volt. Én úgy gondolom, hogy Laci bácsi ezzel a felajánlásával megmutatta a jó szívűségét, elkötelezettségét a szakma iránt, a hagyományok iránt,
hiszen én katonaként a hagyományőrzést tartom a legfontosabbnak, és Laci Bánkkel, a makettekkel, a repülés történetnek a hagyományait, a magyar katonai repülés hagyományait ápolja. Van egy mondás, ez egy régi mondás, hogy akit nem felejtenek el, az örökké él. Én úgy gondolom, hogy Laci bácsi ezzel a felajánlásával, ezzel a kiállításával biztos, hogy örökké fog élni itt köztünk, hiszen nem felejtjük el, mert az a sok minden, amit ide adott, ez majd nem csak a helyi közösségnek lesz egy érték, hanem azoknak, akik ellátogatnak Szarvasra, megnézik ezt a kiállítást, mert én úgy gondolom, hogy ebben a kiállításban olyan értékek vannak, ami mindenképpen maradandót tud nyújtani azoknak, akik ezt a kiállítást megnézik. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. Hosszú várakozás után megnyílhatott Szabó László játék és makett kiállítása itt a múzeumban. Milyen előzményre tekint vissza ez a kiállítás? Hát nagyon régóta beszélgettünk már Szabó Lászlóval erről a kiállítást, hogy hogy tudjuk létrehozni. Gyakorlatilag az első makett kiállítás volt, ami 2003-4 környékén jött létre, és azóta terveztük azt, hogy egy állandó kiállításban, vagy hosszabb ideig megjelenő kiállításban bemutatjuk a gyűjteményt. Utána később felmerült az, hogy a lenti 8-as teremben egy állandó kiállítást hozzunk létre a maketteknek, a makettek egy is egy játék egy részének, akkor még ugye makett és báb kiállítás lett volna. El is kezdődött egy gyűjtés arra, hogy ez megvalósuljon, aztán el is kezdtük felépíteni, de aztán jött ugye a felújítás, illetve egy pályázati lehetőség, és gyakorlatilag hát majdnem 16 évvel később vágtunk úgy bele az egészbe, hogy elindult maga a kiállítás megvalósításának a folyamata, a múzeum felújítása. Ez sajnos elhúzódott, és gyakorlatilag ebből tudtuk létrehozni azt, hogy akkor úgy terveztük, hogy lenne egy állandó kiállítás, hogy be tudjuk mutatni egy vagy két vagy három teremben a gyűjteményt. Volt egy első variáció még fönt a régi régészeti raktárban, ahol most a születés, házasság, halál témáját mutatjuk be. Ott lett volna egy több szintes kiállítás bemutatva, de most ugye az új koncepció alapján így került be a múzeumba maga az anyag, és kicsit zsúfoltam, de be tudjuk mutatni majdnem az egész életművet, azt, amit Laci bácsi szeretett volna megmutatni és bemutatni. Kettő teremben kapott helyet itt a kiállítási anyag. Sikerült-e mindent bemutatni, illetve milyen koncepció szerint rendezték be az állványokat, az vitrineket? Hát természetesen nem sikerült mindent bemutatni, hiszen a gyűjteménynek nagyjából a kétszerese, több mint kétszerese, habár nagyon sok kölcsönadott tárgy is van köztem. A anyag összeállításának a koncepció az volt, hogy az első részben lennek a játékok, a maket és a bábok, tehát ezek a gyerekjátékok, és a hátsó teremben pedig egy zárt része, zártabb részben kerülnek bemutatásra a makettek, ami gyakorlatilag a kisjátékautóktól kezdve harckocsi makettek, repülőmakettekig, harci repülők, utasszállítók mindenféle korból összegyűjtve lettek bemutatva, vannak bemutatva, és ezeket lehet így most megtekinteni. Nagyon zsúfolt lett így az egész. Egy kicsit ellentétes a múzeum korábbi koncepciójával, mostani koncepciójával, de nagyon látványos és nagyon szépen van bemutatva, és ebben nagy köszönet van nem csak Szabó Lászlónak, hanem Megeri Zsuzsának, a lányának is, hiszen a végén ugye ő is, illetve a család, ők segítettek ezt létrehozni és bemutatni. Sajnos Szabó László már nem élhette meg, de mégis mennyire tudott belefolyni itt a kitalálásába, a kiállításnak a koncepciójába? Az elét ő valósította be, tehát gyakorlatilag, mikor meghalt a Laci bácsi, akkor ilyen 90%-osan már kész volt, tehát apróbb pár vitrin átrakása, pár polcnak az átszerkesztése volt már csak hátra, és ebbe segített ugye elsősorban a lánya, Egedű Zsuzsa, de ez nagy részlet az ő koncepciója valósult meg, ugye a kölcsönzések addigra már megtörténtek, ő lebeszülte, akár Czakó Ferenc, akár Foki Otto, hogy milyen kilátások, milyen kölcsönött tárgyakat tudunk még bemutatni, tehát mondom, a fő koncepció a Szabó Lászlóhoz kötődik, Laci bácsihoz, és a kisebb javításokat, amit a lány, illetve a munkatársaimmal közösen tudtak úgy létrehozni és megvalósítani. Meg lehet határozni, hogy milyen korosztálynak szól ez a kiállítás? Mindenkinek, aki gyerek, tehát a gyerekek önmagától, a gyerekek szerintem nekik tetszik, illetve azok a felnőttek, akik megőrizték azt a gyermeki játékosságot, vagy a vágyakozást, a makettek, a játékok, vagy a régi játékok felidézése miatt. Szerintem mindenkinek nagyon fontos lesz, és nagyon jó lesz ez a kiállítás, és szerintem sokan fognak eljönni, sokan fogják élvezni magát a kiállítást is.